Egy régóta dédelgetett álom válik valóra december 14-én csütörtökön a Continental Arénában, ahol egyszerre 307 és 20 év közötti fiatal lép színpadra, mondta el sajtótájékoztató keretei között Demarcsek Györgyné, a Vásárhelyi László Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója. 8 szabolcsi településről érkeznek fellépők, ezen kívül részt vesz a rendezvényen a Nyírségtánc Együttes és a Mérai Cifra Néptánc Együttes is. Volt ennek egy előzménye, egy nyári tánctábor, amit egy nemzeti tehetségprogram pályázaton keresztül valósítottunk meg. Itt vendégünk volt a Mérai Cifra Táncegyüttes, akik egyébként nekünk testvériskolánk, többször voltak már itt Nyíregyházán a Vécsei Kamara Táncversenyen, mi is meglátogattuk őket többször a Mérai napokon, és meghívtuk a táborba is. És azt mondtuk, hogy ha már ilyen nagy fába váltuk a fejszénket, akkor legyen még nagyobb, és hogy ebben a műsorban legyenek a vendégeink, a méraiak is. És így a kollégák kimentek Mérába, tanították ott is, próbáltak a gyerekekkel a tábor után, hogy azért friss legyen az élmény, sőt, a szerdán megérkeznek, akkor éppen egy táncpróbára fognak becsöppenni, és még gyakorolhatnak is. És hát ami nagyon nagy dolog volt, hogy elhatároztuk, hogy mi is megtanuljuk az ő táncukat. A fellépők eredeti mérei népviseletben lépnek majd színpadra. A Vásárhelyi László Alapfokú Művészeti Iskola a ruhákat megvásárolta, a hiányzó darabokat pedig helyiekkel elkészítette. Nagyon figyelnek majd a gyerekek öltöztetésénél arra, hogy minden apró részlet megfeleljen a viselet szabályainak. A Nyírségtánc Együttes is emeli a rendezvény színvonalát, akik óriási sikert értek el a Felszállott a Páva című tehetségkutató versenyen. Bíznak abban, hogy bejutnak a döntőbe. December 15-én a szólista párunk, Hedi és Dani fognak versenyezni, meglehetősen nehéz ellenfeleik lesznek, viszont amit táncolni fognak, az nagyon érdekes, mert helyi anyag ugyan, de a helyi romák anyaga, mégpedig szatmári botolót fognak táncolni, páros botolót, cigánytáncot és cigányos csárdást, ezt a cigányos csárdást ezt nagyon kevesen szoktak táncolni, hiszen ez nem egy ilyen elterjedt tánc, szóval minden esetre érdekes lesz, jó lesz, szép lesz, aztán majd kiderül, hogy tovább jutnak-e. De egy héttel később pedig a Nyírségtánc Együttesre kerül a sor, ez ugye december 22-én lesz karácsony előtt 2 nappal, majdnem ott a tévében fogunk karácsonyozni, és mi is helyi anyaggal fogunk menni, mi pedig a szatmári magyar táncokat fogjuk bemutatni, Nagyecsed és Tyukod legszebb motivumaival építjük fel a táncunkat. A rendezvényre jegyeket a Continental Arénában lehet kapni, már csak korlátozott számban.